ismét a Csetanán Erika vagyok, és a mai videó nagyon-nagyon izgalmas lett. Amikor az autóban ülök, és így kezdem a videót, akkor ez kettő dolgot jelenthet, vagy vlogot készítek, vagy elmegyünk valamelyik drogériába vásárolni, és hát megsugom nektek, hogy ez nem a vlog lesz. De szerintem ezt már a címéből ki is találtátok, a Rossmannál parkolok éppen, és ide fogunk bemenni egy kicsikét nézelődni, meg vásárolgatni. Állt nem igazán vásárolgatni, de úgy teszünk, mintha vásárolgatnánk. És igazából egy tök izgi koncepciót találtam ki, ami magamnak is egy kicsi kihívás lesz majd szerintem, vagy egy nem is tudom, olyan valami extra lesz. Szerintem találkoztatok már YouTube-on, főleg, hogyha külföldi videósokat néztek, azzal a típusú videóval, amikor arról beszélnek, hogy mik azok a sminktermékek, amiket újra vennének, hogyha eltűnne az összes sminkjük. Ezen a vonalon indultam el, és gondoltam, hogy csavarjuk meg egy kicsit, és elmegyek úgymond vásárolni ténylegesen egy Rossmannban, és megnézzük, hogy mik azok a termékek, amik egy adott pillanatban ott elérhetőek, és hogy azokból választok egy full sminkre való termék csomagot, hiszen hogyha tényleg előáll az a nagyon valószínűtlen szituáció, hogy egyszer eltűnik az összes sminktermékem, és hirtelen gyorsan kell valami, akkor nem lenne időm arra, hogy berendelgessem külföldről a Pat McGrath, meg Natasha Denona palettákat, és a nem tudom milyen alapozót vagy korrektort, hanem gyorsan ott rögtön helyben nekem kellene valami. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy akkor most itt vagyok a Rossmannnál, ide fogunk bemenni, és akkor össze fogunk válogatni egy teljes sminkre való smink készletet. Igazából ezt mondhatjuk úgy is, hogy egy kezdő smink készlet, hiszen hogyha újra kellene kezdenem, akkor ezeket a termékeket választanám. Úgyhogy én már így kíváncsi is vagyok, hogy mi fog ide bent várni, hiszen maga a Rossmann is egyébként olyan, ahova jöttem, ahol még sosem jártam, és azt sem tudom, hogy egyetlen milyen márkák lesznek itt elérhetőek, de hát reméljük valami jó fog kisülni. Hát, ahogy látjátok, tényleg elég sok márka van, szóval gyorsan körül nézek, összeszedem a gondolataimat, hogy mi az, amit vennék, hogyha vennem kellene, és akkor utána mutogatom is. Nos, hát alapozóból biztos, hogy a Borrel Health Mixet választanám. Ez egy közepes fedésű alapozó, közepesen ragyogó, olyan természetesen ragyogó. Igazából szerintem ővel tök jól meglennék. Ugye hétköznapra nem igazán érezném túl soknak, de egyébként fel lehet annyira építeni a fedését, hogy egy alkalmi sminkhez is tök szuper legyen. Úgyhogy biztos, hogy őre esne a választásom. És akkor korrektorból a NYX-től választottam ezt az HD... Oké, egy pillanat és újra tervezés, mivel ezt az HD korrektort szerettem volna a NYX-től választani, viszont nézem a színválasztékot, és hát nincsen az én árnyalatom, úgyhogy másodperc. Na, szóval az előbbi kis baki után, akkor visszatértem, és akkor mutatok nektek egy másik korrektort. Ő pedig a Rimmelnek a The Multitasker korrektora. Ő egy picit krémesebb, mint az előző NYX, amit szerettem volna, de ő is egy nagyon jó fedésű korrektor. Tényleg fullos fedése van, és őt egyébként használom is, és szeretem is, úgyhogy valószínűleg őt választanám, ha most kellene hirtelen valamit venni. És akkor nem is megyünk messzire, itt maradunk a Rimmelnél. Igazából ide szerintem szét sem kellett néznem, és már tudtam, hogy a Rimmelnek a Stay Matte púderét választanám, hogyha most vennem kellene púdert, számtalanszor elhasználtam már, és újra vettem, és remélem, hogy most nem kell újat keresnem, mert fogok belőle találni egy árnyalatot, ami egyébként nekem való. Igen, úgy döntöttem, hogy jó lesz nekem, ez egy világosabb árnyalat, szóval választhatom ezt a púdert. Nagyon sokszor újra vettem már, nagyon szépen fixálni lehet vele a krémes dolgokat, alapozót és korrektort. Itt a bronzosító és kontúr témában lehet, hogy egy picit csalnék, és vennék egy ilyen palettát, hiszen ebben tök szuper árnyalatok vannak, ugye ezzel lehet bronzosítani is, illetve kontúrozni is, tehát van benne hidegebb, illetve melegebb árnyalat is, és igazából talán jobban járnék vele, mint hogyha külön össze kellene szednem a korrektort, a kontúrt és a bronzosítómat, és egyébként ezt a palettát nagyon-nagyon szeretem, ez egy tök szuper kis jó minőségű paletta, úgyhogy valószínűleg őt választanám. Egyébként vannak benne ilyen világosabb árnyalatok is, amik esetleg ilyen arcnak a kilemélésére is szuperek lehetnek, szóval ez egyébként tényleg eléggé multifunkcionális, úgyhogy ha hirtelen mindenem eltűnne, akkor valószínűleg vennék egy palettát, bár még nem akarok nagyon sokat csalni, úgyhogy ez lesz az egyetlen olyan paletta, amiben több dolog is van. És akkor, hogyha pirosítóról van szó, akkor valószínűleg itt a Rivaltól választanék valamilyen árnyalatot.
talán a legutóbbi kedvencek között is beszéltem már róla meg több alkalommal, és hogy én nagyon szeretem ezeket a kis pirosítókat, szuper árnyalatokban is vannak, egyébként szerintem tök jó minőségük is van, én nagyon-nagyon szeretem őket. Azt nézem, hogy talán ezek közül, az árnyalatok közül nekem mindegyik megvan, tehát szerintem nincs is olyan árnyalat, ami esetleg nekem ne lenne meg, mert tényleg nagyon-nagyon szuper mindegyik. Most ez, amit elvettem egyébként, ez az elbűvölő rózsa árnyalat, a 08-as, ez a külön kedvencem, mert ahogy látjátok, vannak benne ilyen kis csillámdarabkák, és van egy nagyon, nagyon szép fénye is. Highlighterből pedig kezétek megtaláltam egy nagyon nagy kedvencemet, ami pont egyébként most akciós, és ugye ez a Vivian Szabó highlightere. Ugye ebből kettő árnyalat is van, szóval hát picit csalásnak érzem, de azért szerintem még annyira nem nagy csalás, hogy ne választassam ezt a highlightert. Tényleg ő egy olyan odatevős highlighter, tehát aki nem szereti a hatalmas nagy ragyogást, az ne ezt válassza, de hát ismertek. A legnehezebb kérdés talán az a paletta volt, mert megmondom őszintén, kicsit palettasznob vagyok, és tudjátok, hogy a legtöbb palettám az high-end. Próbálgatom a drogériás dolgokat, de nagyon kevés dolog van, ami egyébként meggyőzött annyira, hogy használjam is őket, vagy használjam azt a palettát, és az egyik ilyen, az a Catrice-nek ez a The Pure Nude palettája, őt nem olyan régen láthatátok is a csatornán, készítettem vele egy videót a kedvencek között, és mutattam nektek. Igazából szerintem egy olyan paletta, ami úgy egyszerű, de nagyszerű, és megvan benne minden, ami kellhet akár a hétköznapokra, hiszen ezekkel a barna árnyalatokkal nem lehet mellé nőni a hétköznapokon, és szerintem ezekkel a természetesebb, kicsikét inkább hidegebb barna árnyalatokkal egy nagyon-nagyon szép glam sminket is el lehet készíteni, úgyhogy valószínűleg én őt választanám, és akkor szempillantó spirálhoz visszajöttem ismét a Rival Polchoz. És ez az új felfedezésem, az új kedvencem a legutóbbi glamour napokról, ez a Maxi Definition szempilla spirál. Egyszerűen fantasztikus, hogy ez mit képes csinálni a szempilláimmal. Ugye az én szempillám liftingelve van, tehát már egy könnyített pályán kell dolgoznia, de egyébként az, hogy tényleg mennyire definiálja, és olyan, mintha sokkal több lenne, vastagabb lenne, és dúsabb lenne, és egyébként az ára is 900 forint, tehát hogy nagyon-nagyon szuper áron is van, és tényleg egy jó szempilla spirál. Az egyetlen dolog talán, amire vigyázni kell ezzel kapcsolatban, az, hogy kicsit sokáig tart, mire megszárad, és ugye amíg nem szárad meg, addig el tud kenődni, de egyébként ennyi. Na, és akkor ha már teljes mink, akkor választottam műszempillát is, és egyértelmű, hogy ezt a dúlragasztót választanám. A műszempilla pedig a kedvencem, az Art Deco Lashes 424-es. Szemöldök termék, szerintem nem is kérdéses, hogy a Maybellinnek ezt a mikroceruzáját választanám. Szerintem évek óta nem is használok más szemöldök terméket, bármint próbálgatok mást, szoktam nektek mondani, megmutatni a csatornán, de ez az egyetlen egy termék az, amihez tényleg mindig vissza-vissza térek, és mindig tudok rá számítani. Nagyon szép vékony hegye van, nagyon szépen lehet vele rajzolni, szerintem nagyon szuper árnyalatokban lehet kapni. Nem túl krémes, de eléggé krémes, hogy könnyen legyen vele dolgozni, de nem túl krémes ahhoz, hogy elkenődjön. Szóval szerintem ő a legjobb szemöldök ceruza, és pont. És akkor ugyan már mondjuk egy kiegészítőnek mondhatjuk, nem feltétlenül szükséges egy sminkhez, de szerettem volna egy szemceruzát is legalább, vagy mondjuk még egy szemhétust is, de úgy döntöttem, hogy megelégszek, hogyha van mondjuk egy szemceruzám, és a NYX-nek ezt az Epic Wear liner stickjét választottam, és szerintem ebből is a feketét választanám, hogyha választanom kellene valamit, hiszen ezzel tudok szemhétust is húzni, illetve tehetem akár vízvonalba is. Nyilván egyébként ebből van nagyon sok árnyalat, szóval nyilván nagyon jó lenne az összes, hogyha meg lenne az embernek, de hogyha hirtelen kellene, akkor én már egy feketével is megelégednék. És akkor talán állam, hol a legnehezebb dolgom van, azok az ajak termékek, hiszen nagyon sokat tud szintén egy ajak ceruza is, vagy egy szájfény, vagy egy rúzs változtatni a sminken, attól függően, hogy mondjuk milyen a textúrája, milyen a finise, milyen az árnyalata. Úgyhogy itt azért így nehéz egyet választani, de úgy döntöttem, hogy adok magamnak annyi lehetőséget, hogy egy ajak ceruza, egy rúzs és egy szájfény, amit választhatok. És akkor nagy nehezen sikerült egy ceruzát kiválasztanom, és amit választottam, az a Rimmelnek ez a Lasting Finish ajak ceruzája lenne, és az árnyalat neve ez a 760-as 90s Nude. Egyébként, ahogy a nevében is benne van, ez egy nude árnyalat. Nyilván azért, hogyha csak egyet választatok, akkor valószínűleg azért csak egy nude-ot fogok választani, és nem fogok mondjuk beleválasztani rögtön mondjuk egy élénk pirosba. Egyébként ez a ceruzána szerintem nagyon szuper árnyalatokban is érhető el, illetve szerintem nagyon-nagyon szuper a formulája, és nagyon szépen lehet vele dolgozni, nagyon jól nem csúszik az ajkon, de tudjátok, nagyon jól a körbe lehet vele rajzolni az ajkot, és nagyon könnyű vele dolgozni. És hát ha rúzs,
akkor muszáj vagyok a Maybelline Vine Olink-et választanom, mert egyszerűen fantasztikus egyébként ez a rúzs. És az árnyalatban viszont már kicsikét bajban vagyok, mivel talán majdnem az összes árnyalat megvan nekem, és én mindegyiket imádom. És tényleg nehéz választani, tudjátok, mint amikor egy anyának azt mondják, hogy válasszon a gyerekei közül. De talán, hogyha választanom kellene, akkor a 100-as Charmedot választanám, ami egy picikét inkább a melegebb oldalán van a nude-nak, de még nem túlságosan meleg, és nagyon-nagyon szép árnyalata van, és tudjátok, hogy imádom ezeket a Maybelline Vine Olink rúzsokat, egyszerűen fantasztikusak, fényesek, nagyon-nagyon tartósak, kényelmesek, én tényleg imádom őket. És akkor nem is megyünk messzire a Maybelline Top Pult-tól, mivel szájfényből is egy Maybelline-t választottam, ez pedig a Maybelline-nek a Lifter Gloss és a 003-as Moon árnyalatban. Ő egy nagyon szép ilyen kis rózsás, pinki, nude kis csillámokkal. Nagyon-nagyon szeretem akár egy rúzsra rátenni, akár magában, akár úgy, hogy egy ceruzával és a szájfény, akár úgy, hogy egyáltalán semmi smink nincsen rajtam, csak ez a szájfény, de akkor is szerintem nagyon-nagyon szépen mutat, úgyhogy én tudom, hogy őt választanám. Na és lehet, hogy csalásnak számít, de szerintem ennyi csalás azért még belefér, és szerintem a piros rúzst azt kezelhetjük külön kategóriaként, hiszen azért a piros rúzs az a piros rúzs, az egy külön kategória, és a piros rúzsról van szó, akkor valószínűleg ezt a borzsó által ezt a rúzsbelvetinket választanám. Nagyon-nagyon szeretem ennek a rúzsnak a formuláját, könnyű, vékonyan fel lehet kenni, matra szárad, de egyébként tök jól végig bírja vele a napot az alkam, és nem érzem azt, hogy túlságosan kiszárad, vagy olyan, mintha ha sivatagban lennék, annyira száraz lenne, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt a rúzsot, úgyhogy ő lenne a piros rúzsom. És akkor összeszedtem így a kosaramba egyébként magukat, a termékeket is, amiket választottam, és ez lenne itt minden. Hát azért van itt szép számban dolog, így közben, miközben válogattam, nem igazán tudtam figyelemmel követni, hogy ez egyébként összegben mennyi pénz is lenne, de majd, hogyha szerkeztem, akkor összeszámolom és bevágom nektek valahova a képernyőre, hogy tudjátok ti is. Igazából lehet, hogy egy-két terméket ki lehetett volna hagyni, de szerintem, hogyha tényleg egy full sminket akarok csinálni, akkor ezek a termékek kellenének hozzá. Nos, és hát most jöttem ki a Rossmannból, és meg kell, hogy mondjam nektek őszintén, nagyon-nagyon jó élmény volt. Maga ez a kis nézelődés, a keresgélés, a kutakodás. Tudjátok, így gondolkoznom is kellett egy kicsit közben, hogy fú, most akkor bronzosítóból mi van, amit a drogériából szeretek? Mi az, amit szeretek, és ebben a Rossmannban elérhető is? És ahogy láttátok például korrektorból, ott volt az, hogy kiválasztottam a korrektort, de árnyalat nem volt belőle, szóval így egy igazi kihívás volt nekem ez, és én nagyon-nagyon élveztem magát így ezt a nézelődést, meg így az egész folyamatot. És hát remélem, hogy nektek is tetszett maga a videó, meg így maga az ötlet. Hogyha igen, akkor nyomjatok légy a videóra egy lájkot, illetve írjátok meg kommentben is. Illetve hogyha eszetekbe jutott mondjuk más esetleg ilyen koncepció, hogy mi alapján menjünk el vásárolni és nézelődni a Rossmannba, vagy akár más drogériákban, és akkor azt is írjátok meg, mert most így egy kicsit rákaptam erre. Tudjátok, ez nagyon-nagyon megtetszett most nekem ez a videó, ahogy ezt így készítettem és ahogy nézelődtem, és nagyon-nagyon szívesen csinálnék még máskor is ilyet, hogyha titeket is érdekel. Úgyhogy ha igen, akkor azt tényleg írjátok meg légy kommentben, illetve ha még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor erről sem feledkezzetek meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma, és vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következőnél. Sziasztok!